Sziasztok! Nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy mi nők kis angyalkák, szentek vagyunk, és csak a csúnya, gonosz, erőszakos férfiak lehetnek lelketlen sorozatgyilkosok. A történelemben igen sok nő tesz szert olyan hírnévre, amit vérrel alapozott meg. Szemrebben és nélküli férj és szeretőgyilkosságok, kórházi ápolónők, akik örökre elaltatták a betegeiket, és még nem beszéltem az angyalcsinálókról és a profi méregkeverőkről, de azokról se feledkezzünk meg, akik pusztán élvezetből vagy nyereségvágyból követték el szörnyű tetteiket. Most nyíljanak meg a magyar kriminalisztika női sorozatgyilkos aktái. Sziasztok! Magyarországon viszonylag kevés dokumentált sorozatgyilkos tevékenykedett az elmúlt másfél évszázadban, de Papp Erzsébet közülük is kiemelkedett érzéketlenségével és az emberek iránti közömbösségével. Hidegvérű és gátlástalan hóhér volt, akinek nem számított az ember élet, és aki mindig bosszút állt azokon, akikről úgy vélte, hogy ártottak neki. 1957 és 59 között 4 ember gyilkolt meg a forradalom utáni magyar vidék munkásfalvaiban, és óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan lehetett ilyen sikeres, és a magyar rendőrség mit tett meg annak érdekében, hogy megállítsa őt. Mint látni fogjuk, gyakorlatilag semmit. Egészen elképesztő történet következik, amelyben a csapnivaló rendőri munka, a hanyagság és a figyelmetlenség az első gyilkosságot követően további 3 ember szörnyű halálához vezetett. Papp Erzsébet előéletéről nem sokat tudunk, a felelhető adatok szerint a szülői ház penészleken állt. A krónikák szerint 1957. január 17-én ment férjhez, Rostár Istvánhoz, majd a fiatal pár Perecesre költözött. Erzsébet, vagy ahogy mindenki akkoriban szólította, Papp Bözsi, nagyon hamar ráunt a férje részeges életvitelére, és alig fél évvel a házasságot követően elhatározta, hogy megöli. Nem szimplán elválik tőle, vagy elhagyja, hanem inkább megöli. Jó-jó, abban az időben a válás nem volt divatos, inkább csendben szenvedtek a nők. Mivel ő maga is dohánytermesztéssel foglalkozott korábban, tisztában volt vele, hogy a dohánylevélből előállított nikotin mérgező, ezért úgy döntött, hogy a férjét folyékony nikotinnal fogja átsegíteni az árnyékvilágra. Papp Erzsébet a nikotin beszerzése érdekében képes volt 120 kilométert utazni a testvéréhez, aki 15 éve gyümölcstermesztéssel foglalkozott, így jogosult volt a nikotin vásárlására. Fedő sztorinak azt találta ki, hogy a méreggel patkányokat akar írtani, és amikor a nővére más mérget javasolt, akkor is hajhatatlan maradt. A nikotin 19 forint, 90 fillérbe került, és 4 ember borzalmas halálát okozta. Az első gyilkosság. Papp Erzsébet a nikotint egy 2 decis pálinkás üvegbe töltötte. Mivel nem volt benne biztos, hogy a méreg elegendő lesz a férje megölésére, úgy döntött, hogy először próbát tesz a szomszédban lakó 5 éves Tarnóczi Ilonával, aki gyakran jár be hozzájuk játszani. Végzetes délutánon a nő először borral idatta a gyereket, majd egy pohárba nikotint is öntött, és úgy adta oda a kislánynak. A gyermek körülbelül egy kortyot ihatott, majd rosszul lett, és tántorogni kezdett, mire Papp Erzsébet kituszkolta az utcára, ahol végül összeesett és meghalt. A rendőrség hogyan vizsgálta ki ezt a brutális gyermekhalált? Az elvégzett boncolás szerint a halál oka fulladás volt, tekintettel arra, hogy öklendezés közben nyálkás ételpép zárt el a kislány gégéjét, amitől megfulladt. A gyomor erős, alkoholos szagára való tekintettel vért is vettek, és továbbították az ORFK laborjába. Később a vérvizsgálat kimutatta, hogy a gyereknek legalább 3 deciliter 10%-os bort kellett a halála előtt elfogyasztania, azonban a nyomozás lefolytató Miskolci rendőrfőkapitányság bűnögi osztálya nem foglalkozott azzal, hogyan kerülhetett ennyi alkohol egy 5 éves kislány gyomrába. Nem mellesleg az sem érdekelte a nyomozókat, hogy a szomszédok elmondása szerint a gyermek Papp Erzsébeté udvarából vánszorgott ki. Az ügyirat irattárba került, a temetési engedélyen szereplő halál oknál pedig influenzából adódó hányingert és fulladásos halált tüntettek fel. Hihetetlen, hogy a szülőkön kívül gyakorlatilag senkit sem érdekelt egy fiatal gyerek halála. A második gyilkosság. Papp Erzsébet, amikor megtudta, hogy nem nyomoznak tovább a gyermek halálával kapcsolatban, elhatározta, hogy régi haragosát, a róla rosszindulatú pletykákat terjesztő Fürtös Józsefnét is elteszi láb alól. A fedő sztoria ezúttal az volt, hogy a sok gonosz pletyka után ki akar végre békülni. Tudta, hogy Fürtösné szereti a pálinkát, ezért elővette a nikotinnal teli üveget, töltött belőle a poharába, majd béküljünk ki felkiáltással, odaadta azt a nőnek. Fürtösné ivott,
majd 5-6 lépés után tántorogni kezdett, és meghalt. A rendőrségi eljárás ebben az esetben is hemzsegett a hibáktól. A helyszínre először a körzeti megbízott érkezett, aki átkutatta a lakást, de bűnjelet nem talált. Majd kikérdezte az ott tartózkodó három tanút, akik egybehangzóan állították, hogy Pap Erzsébet az áldozat mellett volt, amikor a haláleset bekövetkezett. A bontolásra másnap került sor, melynek keretében megállapították, hogy az áldozat 5 hónapos terhes volt. Ezt követően 1957. augusztus 16-án nyomozás indult. Nem emberölés, hanem magzatelhajtás elkövetésének gyanúja miatt. A terhesség megszakításának számos házi praktikája volt akkoriban. Ilyen módszer volt, amikor pálinkába élesztőt kevertek és azt itták meg. Vagy dohánylevélből nikotint főztek, és a forró gőz fölé ülve várták, hogy ez felszívódjon a méhben. Egy-két esetben az is előfordult, hogy a nikotin főzetet megitták. Miután a rendőrség értesült arról, hogy az áldozat várandós volt, arra a következtetése jutottak, hogy fürtösné megpróbálta megszakítani a terhességét. Elképesztő. De a férje nem nyugodott bele a terhes felesége halálában. A konyhában megtalálta a nikotinos méregpoharat, amit elvitt a Borsod megyei rendőrfőkapitányságra, de nem vették át tőle. Utána a férj elsietett az igazságügyi szakértőhöz, ott megvizsgálták a poharat, de a hatóságok továbbra is ragaszkodtak a magzatelhajtáshoz. 1958. január 9-én megszüntették azzal, hogy a cselekmény öngyilkossággal végződött, azaz fürtösni a terhességét meg akarta szakítani, de valószínűleg túladagolhatta az erre a célra szánt nikotint. A férj panaszát elutasították. A harmadik gyilkosság. Fürtösné halálát követően Pap Erzsébet úgy érezhette, hogy soha nem fogják elkapni, hiszen annak ellenére, hogy kihallgatták a nő ügyében, semmi nem történt. Így aztán elérkezettnek látta az időt, hogy a férjét is hidegre tegye végre. Augusztus 23-án az ismét kissé illuminált állapotban lévő rostár arra kérte a feleségét, hogy menjenek el csónakázni és vacsorázni Lillafüredre. A vadász kürt étteremben halat rendeltek, és a nő egy óvatlan pillanatban a nála lévő nikotinos üvegből öntött egy keveset a férje italába, melyet az annak rendje és módja szerint megivott, majd pár perccel később remegő szájszéllel távozott az élők sorából. A nyomozás teljes egészében az orvos szakértői véleményre támaszkodott, amely az alkoholmérgezés jelölte meg a halál lehetséges okaként, melyet az is alátámasztott, hogy addigra rostár már elég sokat ivott. Boncoláskor megelégedtek azzal, hogy az elhunyt gyomrának rendkívül erős alkoholszaga volt. A rendőrségnek továbbra sem tűnt fel, hogy Pap Erzsébet közelében gyakorlatilag hullanak az emberek. A temetési engedélyt kiadták, ami azt jelentette, hogy nem történt bűncselekmény. Az ügyet lezárták. A negyedik gyilkosság. A fenti három gyilkosságot követően Pap Erzsébetnek 1958 elején gyermeke született elhalálozott férjétől, aki 3 hónapos korában tisztázatlan körülmények között szintén meghalt. A gyermek haláláról nem nagyon lehet tudni semmit, de a nő később az eljárás során hazudott a sírhelyének a hollétéről, ezért a hatóságok exhumálás mellett döntöttek, mely azonban nem hozott eredményt. Pap Erzsébet elköltözött az ország másik végébe, Horváth Kimlére. A gazdaságban ismerkedett meg Holhos Jánossal, aki rövid idő múlva feleségül is vette, de miután az asszony őt is meg akarta mérgezni, megverte, majd elköltözött tőle. A rendőrségnek azonban nem szólt a gyilkossági kísérletről. Ezt követően Erzsébet immár Holhos János néként megismerkedett egy horvát nevű roma férfival, akivel élettársi kapcsolatra lépett. Nem nézte ezt jó szemmel senki, kiközösítették a munkatársai, a szülei pedig megfenyegették, hogy a testvére fogja örökölni a vagyont, azaz Juhosné. Szakított horváttal és hazaköltözött. Erzsébet korábban nem szívlelte a testvérét, de az apai jus megvonásának lehetősége valószínűleg megpecsételte Juhosné sorsát. Addigra már elhatározta, hogy megöli a testvérét. Engeli busszal elutazott Nyírbátorba, meglátogatta a nővérét, és a már jól ismert nikotinos üvegből öntött az italába. A nyomozás ismét amatőr módon folyt. A nyírbátori rendőrség nem sok mindent csinált. Miután a boncolás nem tudta megállapítani a halál okát, a belső szerveket az Országos Bírósági Vegyészeti Intézetbe küldték, a temetési engedélyt kiadták, az ügyet pedig irattárba tették. Holhos 4 darabig kivárt, majd miután elegendő idő eltelt és semmi nem történt, már biztosra vette, hogy ezt a gyilkosságot is megúszta. A belső szervek vizsgálati eredménye még nem érkezett meg, pedig már több mint 3 hónap eltelt.
Ezért a nő visszavitte a penészleki italboltba, mert többször említett nikotinos üveget, hogy visszaváltsa. Az italboltos kiöblítette az üveget, pálinkát töltött bele, és eladta Ónodi Ferenc tanítónak, aki ivó cimborájával együtt rosszul lett tőle, és visszavitte az üveget a boltba. Tekintettel arra, hogy azt feltételezték, hogy az üveg korábban mérgezett volt, a körzeti megbízott kiderítette, hogy Holhos Jánosné volt az eredeti gazdája, majd egy felismertetés keretében az asszony rá is mutatott. A körzeti megbízott az esetről jelentést készített, és a megjegyzés rovatban leírta, hogy egyébként azt beszélik a faluban, hogy Holhos Jánosné korábban már 3 embert megölt a nikotinnal. Ez volt az a feljegyzés, ami végül mozgásba hozta az igazságszolgáltatás rozsdás kerekeit. Némi viszontagság után a jelentés ugyanis eljutott a nyírbátori járási ügyészségre, ahol valaki végre meglátta az összefüggéseket, és további nyomozást rendelt el. Ekkor már 1959. augusztusa körül járunk, és 130 nappal a minták elküldése után megérkezett a vizsgálati eredmény, ami kimutatta, hogy Juhosné halálát nagy mennyiségű nikotin okozta. Mit tesz ilyenkor a rendőrség? Hát szépen őrizetbe veszi a feltételezett tettest, hát ha megtörik a fogdában. 1959. szeptember 17-én őrizetbe is vették Holhosnét, és a biztonság kedvéért a fogdában egy beépített ügynököt telepítettek mellé. Az ügynök nagyon ügyetlen volt, hamar lebukott, de mivel továbbra sem volt semmilyen bizonyítékuk, 2 nappal az őrizetbe vétel után kiengedték. Lassan, de biztosan összeszedték azokat a szükséges tanúvallomásokat, amelyek 2-3 évvel korábban is a rendelkezésükre állhattak volna. Végül 1960. szeptember 6-án őrizetbe vették Papp Erzsébetet, és előzetes letartóztatásba helyezték. Ezúttal semmit sem akartak a véletlenre bízni, de az idő elhúzódását az is elősegítette, hogy Holhosnének 1960 elején újból gyermeke született, és az ügyészség a korabeli szokások szerint várni akart, amíg a gyermek 6 hónapos nem lesz. Korábban nem akart ugyanis elszakítani az anyjától a csecsemőt. Miután azonban egy szerencsétlen baleset következtében Holhosné és a gyerek leesett egy színes szekér tetejéről, amiután a gyermek meghalt, az őrizetbe vételnek nem volt többé akadálya. A kihallgatások során Holhosné eleinte mindent tagadott, később hazudozni kezdett, végül beismerte a gyilkosságokat. Az elmeszakértők megállapították, hogy bár tanulatlan, de raffinált személy, akinek az erkölcsi ítélőképessége igencsak megkérdőjelezhető. Az általa meggyilkolt emberek, valamint 2 meghalt gyermeke vonatkozásában lelkiismeret furdalást nem érzett, különösebben nem érintették meg ezek az események. Mai szemmel nézve azt mondhatnánk, hogy valószínűleg szociopata vagy pszichopata lehetett, aki gátlástalanul végrehajtotta a tetteit, és egyáltalán nem érdekelték azok érzelmi következményei. A rendőrség azonban nem vonta le a megfelelő következtetéseket, és hihetetlenül hanyagul járt el szinte minden esetben. A nyomozások során elkövetett sorozatos hibák ellenére valóságos csoda, hogy a gyilkos végre elnyerte méltó büntetését, és 1961-ben alig 27 évesen felakasztották. Nagy kár, hogy addig is 4 embernek kellett meghalnia. Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett, lájkold, és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!